két szemem, oldhatatlan szemem, fejemnek szólt varázsa. Forgandó elmémben, mint fáros felszélben, szerelmemnek vagy mása. Tüzem ébren tartod, fogyasztasz, mint partot, tengerha harapása. Kovács András Ferenc a kolozsvári bölcsészkar diákja volt annak idején, és mint volt vén diákunkról is emlékeztünk egy picit költészet napján. A program kezdeményezője Csőrszumen István vendégtanárunk volt, aki kiváló régi zenész, az énekelt költészetnek szakértője, a régebbi korszakokkal foglalkozik. És hát a Kovács András költészetében a zene, a dal az egy nagyon fontos elem. Ezt próbáltuk megmutatni egy picit a műsor zenei része révén, de egy olyan műsorban gondolkodtunk, ahol a diákjaink a Kovács András Ferenc életműnek a legfontosabb vonatkozásait is megismerik. Nagy örömünkre az érdeklődő volt ismerősök, a városból érkező külsősök is megtiszteltek a jelenlétükkel. Tehát diákok, tanárok és a nagy közönség együtt volt ma költészet napján velünk, Kovács András Ferencre emlékezve József Attila születésnapja ürügyén. Láttunk süllyedni zsarnok armadát, veszett hatalmat, rablók garmadát. Verses játékunk vége ez. De mi mindig nyerünk, de mi mindig merünk más végbe kezdeni. Torz törvény, tiltás, hazug akarat nem tör meg, hangunk, arcunk, ha marad, mindent eljátszunk. Élni így lehet, ha egymást váltják légi díszletek, korok s deszkák recsegnek, míg kikorhad, tátong a színpad, s mennek hitt zsinórpad. Ha publikum van, pillanat kitart. Arassanak csak pénzelt tapsvihart vakult tahók, nézőterünk halált, tapsolhat vígan deklamált halált, röhöghet bátran, a szellem szabad, s valós látszathoz száz jelen tapad, mint szóhoz álom, testhez játszi lélek. Mindent kimondhat percbe zárt színészet. Semmit se hagyhat félbe harmadába, komédiások feslett armadája. Kovács András Ferenc mindannyiunk számára közismerten csak kaf, korai, hirtelen, tragikus halála, ez mindenkit megdöbbentett. Tehát ez az est, azt gondolom, hogy egyszerre egy emlékest, egy gyászfeldolgozás része, ugyanakkor egy ünnepi est is, hiszen én azt is írtam a nekrológum végére, hogy minden sora a költészet legfontosabb alaplétmódjáról beszélt, tudósított, és ő maga volt a költészet. Ezt komolyan is gondolom, hiszen egy olyan fantasztikus erudícióval, fantasztikus olvasottsággal bíró egyén volt, aki nem csak költőként, hanem bölcselőként, értekezőként, esszéíróként, fordítóként, gyermekversek szerzőiként is minden szintjét, minden ágabogát, minden csinyabinyát tudta, ismerte, élte ennek a költészetnek, és nem is csak a magyar költészetnek, hanem az európai, meg a világ lírának. És hát azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy most ilyen közel a tragikus halálhoz képest Budapesten, Nagyváradon, itt Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen, ahol élt és alkotott és főszerkesztője volt hosszú-hosszú éveken át a Látó című folyóiratnak, egyszerre emlékeznek meg róla. Velünk párhuzamosan úgy tudom, hogy egyébként Nagyváradon ilyen költészeti szavaló séta zajlik, Sebő együttes Budapesten, Petőfi Irodalmi Múzeumban, tehát számos helyen ez azt mutatja, hogy az ő költői nagysága az megkérdőjelezhetetlen, de itt az esten is elhangzott, hogy az ránk irodalomtörténészekre vár, hogy a költői övr egészét, mint olyat átfogóan értelmezzük. Én pedig hát ugye azt mondtam, hogy ha erdélyiségben, magyarságban, európaiságban gondolkodunk, akkor mondjuk egy Kányádi Sándor után egy hozzámérhető nagyságot veszítettünk el tragikusan hirtelen és korán. Igaz közömbös pengeként hatolnak át vadíve, helyette már agy véremül, szeretlek, mint a véte. Alvó
arcodra bámulok. Nem létezel te, s én sem. Hogy lantra kaf hogy kerül, azon el lehet gondolkodni, nagyon sokféle megzenésítése van Magyarországon is, és tulajdonképpen minden stílust megenged. Ahogy ő, mint költő önmagának mindent, ami jó, engedélyezett, úgy azt hiszem a megzenésítések közt sincsen tiltandó, vagy nem odaillő, mert annak a szellemi játéktérnek az csak az egyik rétege, amit ő úgy is felvillant nekünk. Én, mint régi zenész féleség és irodalomtörténész, nyilván abból az irányból közelítek, ami nekem a legismerősebb réteg, és amit én is először olvastam tőle, még egyetemista koromban, illetve akkoriban volt egy rendhagyó Petrarca estünk, amelynek keretében beleszőve egy-egy kafvers volt a kortárs hang, illetve Babicstól is egy-két idézett. Tulajdonképpen ez is egy érdekes vizsga volt, hogy a nagyon régi költők mellett a maiak atyafiúi szeretetben megfértek, egymásnak adták a szót Petrarcával. Kísérleti dolog, ugye ezt a technikát Arany, akár Petőfi és a régiek meg mind űzték, tehát az általuk ismert, le nem írt dallamkincset is folyamatosan lebegtették a verseik mögött. Valószínűleg azoknak az idézetével olyan vers töredékek is felsejlenek Kafnál azért, Balassinál azért, amelyeket mi nem tudunk már rekonstruálni. Tehát, hogy ennek az elmosódottsága is izgalmas. Én ezt nagyon szeretem, és mindenkit biztatok, hogy egyrészt szeresse, másrészt próbálja ki. Kovács András Ferenc egy zseniális költő volt, egy kiemelkedő költő volt. Ezt én nyugodtan mondhatom irodalomtörténészként is, hogy ritkán születnek ilyen kiemelkedő jelentőségű költők, és ez indokolja a vele való foglalkozást a színházakban, az irodalmi lapoknál, és ő egy színházi ember is volt, nagyon közel állt gyerekkorától kezdve mindenhez, ami színház, és elhangzott a mai este során a gyászmunka szó is, nemrég távozott el földi valójában közülünk, de a versei azok velünk vannak, és azt hiszem, hogy minden ilyen esemény a maga szomorúságával is a költészet ünnepe is tud lenni. Karcos kedvek bora, ecet ivók kora traktál, írott malasztal, eltántorgó társak, korhely hangja száll csak, itten innom marasztal, mindentől ürülten, bújjék el már tőlem, táncoljon ez az asztal!